Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor csatold be a és légy hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven a számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja! Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Miklósval, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. 2154-et írunk. A főhősünk Max, aki egy szerencsétlen üzemi baleset miatt haldoklik. Csak egy megoldás maradt, eljutni elíziumba, ahol sugárbetegségét kezelni tudná ám bár tervei nem úgy alakulnak, ahogy eltervezte. Kedves hallgatók, ez itt a Parallaxis 104. része, a mikrofonnál Pécsi Géza. Üdvözlöm köreinkben, Barkoci Norbi. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Valamint Vince Miklós. Szia Miki! Hello, sziasztok! Akkor elsőként én kérdezném Miklóst, hogy ha lehetőséged lenne kiköltözni egy föld mesterséges holdjára, ahol hasonlóképpen élhetné, mint az Elysium rakói. Te belemennél, mint Dr. Habil. Két kérdés merülhet itt föl. Az egyik az, hogy tudományos szempontból vajon mennyire lenne jó egy ilyen helyen lakni, másrészt meg ugye az elkerülhetetlen szociális aspektus, ami megjelenik itt a filmben. Szerintem te most arra vagy kíváncsi elsősorban, hogy én mondjuk biztonságosnak, vagy érdekesnek, vagy élhetőnek gondolnék egy ilyen óriási forgó űrvárost, és azt mondanám, hogy igen, tök jó lehet hogy ilyenen lakni. Természetesen azért nagyon érdekes jelenségeket tapasztalnánk, hogyha egy ilyenen laknánk. Ugye ez egy olyan úgynevezett kocsikerék űrállomás, ez az Elysium, amit egyébként 1903-ban javasolt Konstantin Tsiolkovszky orosz tudós annak idején elsőként, aztán azóta persze Dunát lehet rekeszteni az olyan science fiction ökkel többet mi magunk is kibeszéltünk már, amelyekben ez a kocsikerék koncepció van, ahol egy nagy forgó gyűrűn laknak az emberek, és, és, hát ott forog, pörög, forog, és a centrifugális erő révén valójában valamiféle mesterséges gravitáció szorítja oda az embereket, és ilyen értelemben végül is földszerű életet lehet kapni, élni, bár azért néhány érdekesség azért fölmerül erre, majd később szerintem belemennék, ha már egy utána olvastam. Viszont Szóval szerintem érdekes lehet egy ilyen lakni. A másik vonatkozás az persze, amitől igazán disztópia lesz ez a film, az persze borzasztó rossz és hátborzongató, és nem érezném jól magam egy ilyen helyen, ugyanis itt konkrétan az van, hogy a szuper gazdagok ott laknak, ahol minden tényleg egy föl, földi paradicsomnak mondanánk, de nem a földi van ez a paradicsom, hanem az égen. Tehát egy égi, égi paradicsomban ott gyakorlatilag laknak, mindenféle betegséget gyógyítani tudnak, csodálatos életük van, semmi fájdalom nincs az életükben szó szerint és átvitt értelemben. És közben a Föld az meg egy gettóvá vált lényegében, egy túlnépesedett, elsivatagosodott, brutális gettóvá. Hát, hogyha erre tekintünk, akkor nem szívesen képzelném el magam, mint az uralkodó osztály tagját. De hát ugye ez egy másik jellegű kérdés. Nézd, én mindenféleképpen kipróbálnám, mert azért szerintem, hogy mondjam, ez mindenki életébe, ha, ha máskor nem azért gyerekkorában mindenkinek átrepülő a fején, hogy egyszer kipróbálni az űrútozást, legalábbis föld körüli pályára felmenni. Tehát, hogy azért az az izgalom, meg, meg az az újdonság, tehát, hogy ezt, ezt átélni, ezt az élményt, a író gravitáció, stb. mindenféleképpen kipróbálom, hogyha lenne rá lehetőség. Persze nyilván a körülmények, amit, amit Miki is említett, azért az kérdéses. És szerintem én mondjuk minden további nélkül egy-két évet mondjuk, mondjuk lehúznék ott, és akkor meg, megnézném, hogy milyen, de, de szerintem ö, valamennyi idő elteltével talán, talán én visszajönnék családokhoz, barátokhoz, de, de kipróbál hogy mindenféleképpen érdekes, érdekes lenne egy, egy ilyen, megismerés. Ja, a családot nem lehet de Jó minden. kérdés. Családot? Ja, de jó kérdés. Meg ugye, hát a zero ebbe pont nem lehet átélni, de nem baj. Oda-úton oda biztos. Oda-úton biztos. A közepére, a közepére a... hogyha be, belebegünk, <gül> akkor akkor, <gül> talán igen, 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 igen. Biztosan. Biztos lenne ilyen feature benne szerintem, hogy bemetsz a közepére, és akkor mekkora fán. De ahhoz jó kell viselkedni, ugye, mert mindenkinek egy társadalmi pontja van, és nem szabad. Zero el... tolerancia. Ugye ezt el is mondják a robotok. De most nem menjünk bele A rendőr -re. robotok, itt zéró tolerancia van, itt viselkedni kell. No, alkohol. Nagyon érdekes, ezek a rendőr -robotok nekem nagyon brutálisnak tűntek. Tehát nagyon emberiek voltak ott a, az emberekkel, nem? Tehát alapból belejük volt programozva ez az ilyen... Ez az ilyen... Hát na nagyon, nagyon. És én azon gondolkoztam, hogy az nem tudom, hogy az így ki van nem mondva a filmben, nem mondom, hogy, hogy ezek a robotok mesterséges intelligencia futtat, fut alattuk, a hardware alatt, mert hogyha igen, akkor ez nagyon rosszul lett, nem tudom, így, így, így beállítva, mert nagyon, nagyon agresszívek voltak, ha meg nem, és, és ez tudatos, hogy na, akkor ezeket már így, lesz, így lesznek programozva. Azt meg nem tudom, hogy, hogy tehát hosszú távon ez egy kérdés, hogy mi a cél, mert a Földön megmaradt embereknek az életét nem hiszem, hogy annyira megkönnyítik. Például ugye az az ominózus jelenet, amikor bemegy a tisztjéhez, hogy ugye le, lejelentse ott, hogy mi mit történt ott nála, és hát az sem, tehát semmiféle megértést, vagy, vagy nem tudom, ilyesmiket nem tapasztaltunk, és tehát, hogy már amiket ma látunk, ugye a, a mi világunkban mesterséges intelligencia talán már azért az is több empátiára képesebb, mint a filmben megjelenített változatuk. Hát az arra képes, amire optimalizálják, és ők meg ez az elnyomásra vannak optimalizálva, ez egyértelmű, mint ahogy azok a az húsvér bürokraták is egy csomószor az elnyomásra vannak optimalizálva, és húsvér rendőrök is akik csesztetik a, a, mély szegénységben élő munkanélküli arcokat, például hát azok is úgymond a társadalom arra programozta őket. Tehát az a, az a szomorú, hogy fönt laknak az űrállomáson, ők a korlátlan jólétre vannak ott predestinálva azáltal, hogy oda születtek a földieknek, meg ez jár. Tehát, hogy, hogy az is elképzelhető, hogy ez egy tudatos programozás eredménye, nem? Tehát, hogy nem, nem idegen ez e, 2154-et írunk, és ez ugye Los Angeles, ahol játszódik, tehát ahol, ahol él Max. Hogyha most megnézel egy, egy sima, random helyet Indiába, ugyanez van, vagy még rosszabb. Tehát, hogyha megnézted, hogy például a Covid alatt az indiaiakat hogy ütötték a rendőrök, hogy menjenek haza, nem vagyunk nagyon messze, és akkor még nem volt 2154, tehát eléggé relatív a film, hogy a nem kell elmenni 2154-ig, hogy ilyen szintű nyomort és szegénységet találj. Pontosan, tehát, hogy Los Angeles-től nem is olyan messze a szomszéd országba, ha elmész Mexikóvárosba, ami egy 22 milliós metropolisz, annak a külkerületeiben levő viszonyok, azok tökéletesen hasonlítanak arra, amit ebben a filmben Los Angelesként bemutatnak. Tehát ilyen értelemben tényleg az van, hogy sajnálatos módon sokkal fikciósabbnak tűnik az a része, hogy az űrállomáson élnek az emberek, mint az a része, hogy így belecsúszan mondjuk az Egyesült Államoknak egy része mondjuk egy ilyen mély szegénységes sztoriba, mert szerintem az egyáltalán nem tűnik elképzelhetetlennek. Nem, 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 sőt, teljesen igazatok van, hogy a, ugye azokat a területeken, ahol nagyon nagy magas a népsűrűség, és a Kong fizikailag nincs hova terjeszkedni, ott ugye általában felfele van, és meglévő épületekre húznak uh -huh. fel ilyen, hát ilyen viskókat, ilyen favellaszerű dolgokat, és ez azért ez eléggé tetten érhető a rendezőnek más filmjében is, ugye Neil, Neil Blum, Blumkamp a rendezője a filmnek, és dél-afrikai származású. Van ez a, hát nem hivatalos trilógia, de így a fanok is szeretnek itt Ráhivatkozni. Ugye az első filmje volt a District 9. Szerintem uh -huh. az volt a legjobb. Uh -huh. Aztán jött ugye az Elysium, és utána még a Cseppi, és mind a három nagyon hasonló atmoszféra, nagyon hasonló környezetben, majd hogy nem egy világban, univerzumban is játszódhatnának, de szivatosan azt hiszem, hogy nincs megerősítve. És mindenhol, mindenhol tetten érhető ez a, ez, a, ez, a, ez a gettók és, és, nagyon, nagyon szélsőséges körülmények között él. A társadalom egy része, és nyilván itt a társadalmi olló az itt nagyon-nagyon szélsőséges mértékben kinyílik. Miért? Lesz itt már olló, 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 ha olló, olló. Megvan? Megvan nektek ez? <coughs> <coughs> Arab-magyar nyelv rokonság. Nincs meg, de a finn magyar az megvan. Komám taj van, telne Na, ugyanarra, ugyanarra van felhúzva, akkor utána adás után kötelező. A, 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 na, jó? Oké, okay, bocsánat. Amikor conteo irányba elmentél, Miki. Én. Térjünk vissza a film elejére. Én. Ne, mi van? Mi? Hogy? kontéó? Mi van? Mi van? Lemaradtam a saját Conteomról. Be befomóztál most szerintem. Én abszolút. Abszolút. Hogy lemaradtál a saját kontéódról. Hú, de cringe meg. Visszatérve a film elejére. Tehát ugye ott van Max és Frey, ugye ők mindketten árvaházban nőttek fel. És már akkor, amikor fölnéznek az égre, akkor már ott van ez az elízium. Ami, hogyha megnézzük, mondjuk ez a Max legyen egy, mit tudom én, 36-37 éves férfi, akkor mondjuk 30 évvel előtte tehát 2120 környékén már ennek léteznie kellett. Szerintetek mi a reális egy ilyen szintű objektumot, mennyi idő alatt lehetne összeépíteni? én úgy gondolom, hogy azért ehhez kéne elég sok év, és hogyha mondjuk egy ilyet szeretné ne az emberiség, akkor azt már el kéne kezdeni előkészíteni. Hogyha realitásban gondolok. igen, én is, én is, gondolkoztam ezen, hogy ez egy hatalmas nagy épület szerkezet együttesnek tűnik. Ami pozitívum szerintem a vizualitásában, hogy én véltem felfedezni rajta ilyen, ilyen moduláris ö, ö, részeket, tehát mint hogyha, mint hogyha az ISS-es hasonlóan modulokból állnának, és akkor ez tök jól ö, végül is így meg lehet magyarázni, hogy ezt nagyon sokáig kis darabokba fihaz, vitték az, az fel. egyik modulja az ott van a hősök tere mellett, az a Néprajzi Múzeumnak az új épületeit Budapest. Na például. Szerintem ilyenekből van összerakva. Ja, szerintem. Már elkezdték. Na de szerintetek oda az épületeket is fölvitték? Persze. Fihaz, szerintem alapból De ezt mondja a Norbi. Ja, ja, az emberiség problémáját megoldani, mint egy ilyen projektbe belekezdeni, tehát az olcsóbb lenne. De, 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 vártuk, de szerintem ott lesz a megoldás, ami a filmnek egy lehetne egy másik hibája is, de nem, nem az, hogy ugye itt többször is látjuk, hogy ö, ilyen, ilyen illegális csempész űrhajók indulnak az Elysium felé, és nagyjából... Migráncsok. Mi, így van, így van, így van, és nagyjából ez, ez a sztori, ez olyan, mintha fel-fel ugranál a távolsági buszra, de, de, még nem is annyira nagyon távolra mész, csak tényleg ide a következő városig, szóval nagyjából semmi, ami azt feltételezi, hogy itt, itt nem tudom, itt a rakéta hajtóművek, vagy valami, valami alapján hatalmas nagy fejlődés ugrott meg az emberiség, és akkor emiatt tök egyszerű ezer millió tonnákat feljutatni az űrbe, és akkor innentől kezdve, hát akkor már... Igen, Én... tehát szerintem itt ez történik, hova tovább nem vagyunk ettől annyira messze úgy, ugye a nagy probléma az emberiség űrbe költözésével elsősorban valóban az, hogy, hogy egészen a legközelebbi közelmúltig az kellett, hogy mondjuk, hogy minden rakéta, ami dolgokat juttat fel az űrbe, az egyszer használható. És ezzel a, azzal, szoktam borzolni a kedélyeket, hogy most képzeljétek el, hogy mennyibe kerülne repülőzni, mondjuk Amerikából Európába, vagy Európából Amerikába, vagy bárhova, vagy hogy Gézab megy, elmegy Norvégiába például, hogy mennyibe kerülne az, hogyha egyetlen egyszer lehetne csak használni a repülőgépet, és utána menne a roncstelepren. Most az, az űrtevékenység az ugye egészen a legközelebbi közelmúltig exaktul itt tartott, tehát azért volt ilyen roha drága. Ami miatt már múlt időben kezdek rá, róla beszélni, az ilyen wishful thinking, de hát tény, hogy ezekben a percekben már ott áll éppen a, a dél-texasi bokacsikában a következő mérföldkő, ugye a Starship nevű űreszköz, ami egy kétfokozatú gigantikus űrszállítórendszer, rendszer, aminek mind a két fokozatát, tehát teljes egészében újra lehet hasznosítani az egészet. És onnantól baromira meg fog változni. Tehát na, hogyha ez tényleg üzemben áll, ez, és aztán nyilván hasonló más szerkezetek is, akkor olyan radikálisan le fog csökkenni az a jelenleg is még horribilis összeg, ami az űrbe juttatáshoz kell, hogy tényleg onnantól kezdve nem lesz lényegi különbség a, a légi közlekedéshez képest. Igen, csak ezt ne felejtsük el, hogy ez, ez iszonyat költség. Igen. Tehát iszonyatosan nagy költsége van ennek, és amíg még egy repülőt is, még egy autót tudsz, prozdibust építeni, tudsz tesztelni a Földön aránylag olcsón, azért egy űreszközt nem annyira olcsó hát tesztelni. Nem, persze, de hát nem is annyira drága. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy létrejön a szállító szállítórendszered, mondom, ami jelenleg zajlik, és az ugye 100 év múlva játszódó történet, sőt 130 év múlva játszódó történet, vagy 100, igen, tehát valami ilyesmi. Nem tartom ezt egyáltalán elképzelhetetlennek. Sokkal érdekesebb kérdés, hogy vajon mi a búbánatér az űrben csinálják ezt? Tehát, hogy annyira lakhatatlanná vált a Föld, hogy még csak nem is abban gondolkoznak ezek a szupergazdagok, akik ugye a film intrójában megtudjuk, hogy a Föld az olyan rossz helyé vált, olyan járványok szabadultak el, meg olyan rossz lett a klíma, hogy a, hogy a leggazdagabbak azok jobbnak látták kitelepülni az űrbe, de komolyan, tehát mennyire kell rossz helynek lenni egy bolygónak ahhoz, hogy az űrbe, érted, a vákum, tehát az űrbe kitelepülj. Hát miért nem az van, hogy építenek egy egy, tényleg ehhez képest egyetértek, hogy töredék költségére egy mondjuk egy nagy üvegbúra várost, mint számos más science fictionben, vagy akár az óceán alján valamit, hát ott mégiscsak könnyebb kaját szerezni, meg minden. Tehát, hogy, vagy minden. Vagy ezernyi módja lehet. Hát természetesen egy jó science fiction, az nagyon jól egyetértek, hogy nagyon menő lesz egy ilyen, ilyen forgó űrváros, de hogy őszintén szólva, ez tényleg azon kívül, hogy a szupergazdagok fényűzésből épp az űrbe akarnak települni, valós, gazdasági vagy motivációt, vagy olyan környezeti problémát, ami annyira rossz helyé tenni a földet, hogy inkább az űrbe költözöl, hát azt szerintem elképzelhetetlen. Ebben biztos, hogy igazad van. Hát meg, meg hogy ugye azt például szerintem nem is érinti a film, de hát, hogyha te most kiköltözzel, és hát ahogy beszélt, vagy mondta Géza, hogy ez a legalább 30x éve fent van. Tehát már potenciálisan generációk születnek és nőnek ott fel, tehát hogy azért ott a kozmikus sugárzás az a folyamatosan, ugye még most sem tudjuk azért a hosszú távú hatását. Igen, de ugye ők ezt látható Küzdik, mert ahogy a, a felkonfjában mondta is Géza, itt egy fontos eleme a storinak, hogy ők a sugárbetegséget kitűnően gyógyítják, meg kb. minden Mi Minden betegséget gyógyítanak, ugye? Igen. Tehát eltanulták genetikailag a medveállatkától nyilván, hogy például hogy kell csodálatos génjavító technológiákkal rendelkezni, amik simán röhögve kibírják a kozmikus sugárzást, szóval ők ott gyakorlatilag hallhatatlanok, tehát az öregedés a természetes. Ezt be is mondják az elején. Ó, akkor az. Na, hát bocsánat, ez kimaradt. Ez az infó. Ami viszont érdekes, mert persze akkor ez felmeríti, felmeríti azt a kérdést, hogy vajon akkor nem is szaporodnak, vagy akkor ott mindig egyre többen lesznek? Nem, mert oda, ott vannak, vannak kisgyerekek, kis gyerekek. tehát hogyha oda születik valaki, akkor az marad csecsemő? Vagy... Hát hogyha soha senki nem hal meg, de születni születnek, akkor ugye igen, egy idő után itt bajok lesznek, tehát. Jó, hát hogy a Földön vannak is. Na, hát akkor el kell hagyni az elíziumot, és egy új helyre kell egy Még, még, még extra hely. Tehát a szupergazdagok szupergazdagjai még, ja. Mint a sims be hogyha elér, mondjuk a csecsemő már eleget evett, akkor bemegy abba a abba a CTG-be, amivel meggyújtják magukat, és akkor átváltozik egy ilyen nagyobb csecsemővé, akkor nagyobb megint, amikor megúsz egy korszakot. De, de figyeljetek! Akkor így át tudsz változni. De amúgy eljött, eljött már az adás, na most nem akarom teljesen a Gézának az adás menetét széttrollkodni, hogy el, eljutottunk már oda, hogy, hogy lehet áradozni például egy ilyen forgó ürellomás fizikájáról, ahogy megjelenik a filmben, vagy még nem tartunk? Ott. Majd, majd mindjárt odaérünk. Jó, oké. Okay. Mindjárt odaérünk. Csak még egy dologról szeretnék beszélni, még, még az előtt, hogy ugye itt megtörténik ez az ominózus eset, amikor ugye Max bemegy a gyárba, ami egyébként konkrétan ezeket a robotokat rakják össze, amik utána szétverik az embereket, tehát nagyon dicsőséges <gül> és <gül> <gül> nagyon üdv üdvös munka, és valahogy ilyen szinte már-már már kommunizmusba megy át ez az egész. Kommunizmus riadó! <laughs> Egyáltalán nem foglalkoznak ugye a munkavédelemmel, csak a termelésre mennek, és ezért amikor éppen betolná Max ezeket a robotokat valami besugázásra, ezt nem nagyon értem, hogy miért, meg hogy, akkor egy raklap elállja az útját ennek a gépnek, majd a, a csoport felügyelő, a sor felügyelő beküldi őt, hogy akkor belülről oldjad meg. Csezében marad, és nagy sugárdozit kap. És utána ugye végigkövethetjük, hogy az a robot ilyen rendkívül humánusan így konkrétan hozzá egy ad adag gyógyszert, hogy akkor ezt de amíg meg nem halsz, és köszönjük a munkádat szerintem jó, bemutatja ezt a sugár, hogy mondjuk sugárbetegséget a film, csak ugye például a Chernobyl sorozatta szemben Max nem nagyon látott volna utána sokat. Tehát lehet, hogy jó van, de ugye ott a szemedet azt egyből lesz, ez így szétroncsolja, nem? Hát itt gondolom ezzel a gyógyszerrel próbálnak, hogy ez egy... én ezt látom fogadni, hogy ennek a, a, a gyógyszernek valami továbbfejlesztett Nagyobb koncentráció változata, ami nem lesznek ö, ö, mellékhatásai, csak csak majd meghalsz, vagy nem tompítja-. Hát őket. igen, igen. Ez a, Ugye többféle sugárbetegség van, meg attól is függ, hogy milyen fajta sugárzás éri az embert. Ugye ez azért nincsen annyira bemutatva, Például nem tudom, hogy lehet, hogy csak én, én bambultam el, de hogy például nem láttuk a meddémon karakterét például rókázni. De hogy nem, ahogy hazaér egyből rókázni. A, ah, tényleg, igazad van. Jó, jó, na akkor ezt azért megtanulták rendesen. Igazad van. ugye van a krónikus sugárbetegség, ami ugye lassabb lecsengésű, lassabban jön ki, ez a gyors lefolyású sugárbetegség. Itt ugye arról van szó, hogy azt mondják neki, hogy öt napja van hátra, ugye? Tehát, hogy valami ilyesmi történik. Az, az nem standard, az, hogy nem, nem, lát az ember, az nem egy standard, az nem feltétlenül van. Tehát, hogy, hogy simán a Csernobyl sorozatban, amire utaltál, ott is ott sem az volt, hogy, hogy megvakultak rögtön az emberek, vagy ilyesmi. Tehát van egy olyan. Csak hogy utána levált a retinájuk, Volt ilyen, na? igen. De az, az már utána pár nap múlva vagy Igen, Nem szerintem igen. Tehát, hogy, hogy... Meg attól is, még mit nagyon függ, hogy konkrétan mit ér, hogy konkrétan mi az a testrész. amit. Tehát nyilván az, hogy például a csontvelőd, meg ilyesmi tönkre megy, meg vannak ezek a dolgok, azok olyan általános dolgok, de, de a, a, azon kívül specifikusan, hogy hogy mondjuk melyik testrészedet érte a sugárzás. Kell, mindig, vagy... nekem, tehát ne nekem, azt mint... Befolyásolja azt, hogy le... Szóval érdekes. Meg ugye tényleg ott vannak a tabletták. szakembernek, aki konkrétan ilyeneket ellenőriz mm -hmm. gyártósorokat, tehát azért én egy ilyen sort nem nagyon engedtem volna sorozatban. Nincsen ilyen fénysorompója. Tehát pont ami lézer, meg ami olyan dolog, hogy az az embert megsérthetné, annak mindig szoktak ilyen fénysorompót rakni, hogyha bármi történik, és belenyúlsz, akkor megszakítja az egészet. Plusz mindig olyan gépbe, amiben be lehet menni, bent mindig van egy nagy piros gomb, amivel meg tudod szakítani a folyamatot. Igen, a nagy piros gomb az nekem is eszembe jutott. Na, mennyire vegyük komolyan, mert ha igen, ahogy, amit mondták, ez teljesen egyetértek, és, és a technológiában én azért azt már kinézem, hogy utólag, mondja, hogy élő szövet, vagy nem tudom, valami, tehát velem élő, élő szövet bekerül. És ja. akkor er, tehát erre nincsen egy, ö, egy egy protokoll, hogy leállítsam mindent, tehát hogy így biztos, hogy ez így oké, okay, hogy <laughs> hát akkor már mindegy. Élő szövet, akkor megsütöm. Akkor most már akkor hadd menjen. Hát ez egyetlen egy módon dumálható ki, amire utal is végül is ez az egész film, hogy ezek annyira alja népeknek vannak. Tehát ez annyira legalsó kasztnak vannak be Sorolva, hogy az életük az nem érték, a termelés az érték, de ezeknek a munkásoknak az élete az nem. Akkor akaratlanul is eszembe jut, hogy, vagy hogy fel, felvetődik a kérés, hogy ha ennyire tényleg nem mérnek semmit, és már mellett ugye vannak robotok, akkor miért nem, miért nem robotokkal végeztetik a robot összeszerelést? És erre már ugye manapság ma is van, nem egy. Még -e sokkal alkalmasabb a van, Igen, nem lesznek szabadság. Meg a jogi munkák. Nem de. pofáznak vissza. Szóval, hogy akkor meg, hát ott vannak a robotok, hát kérem, építsen robot-robotot, akkor annak mindegy. De ez mennyire paradox már, nem? Hogy robot robotot épít. <laughs> Igen, főleg, hogyha saját magáról készít másolatokat, és akkor az már egy... Egyébként sokkal produktívabb lenne, hogyha robotok csinálnak. Tehát ugye ez... Ö, valójában, ami nekem itt felsejlik, és mindez, amit elmondtatok, tök igaz, és mind abba az irányba mutat, hogy itt még csak nem is feltétlenül, felrevidálva, amit az előbb mondtam, nem is feltétlenül a termelékenység a cél. Mert ez az egész, ami leírást adtunk erről az egészről, ez tökéletesen kielégíti azt, hogy milyen volt egy kényszermunkatábor. Hmm. Tehát ez pont olyan. Tehát nem azért gyártottak az emberekkel koncentrációs táborok melletti üzemekbe egy csomószor tárgyakat, vagy mert annak konkrétan jelentősége volt mondjuk a haditermelés szempontjából, persze olyan is volt, hanem egyszerűen csak nyilv nyilván, hogyha a piac, <laughs> nagyon-nagyon csúnyan az, hogyha egy kényszermunkatábornak a piaci feltételek között kellett volna megélnie, akkor nem biztos, hogy, hogy abból például akár, akár a gulágnál, akár a harmadik birodalomra gondolunk, ne, nem biztos, hogy azok annyit termeltek vagy olyan minőségben és úgy, hogy amúgy piaci körülmények között megelték volna a helyüket, sokkal inkább van, van, van ennek talán valamilyen guztustalan demonstratív eleme. Amiben igenis benne van az is, hogy a te életed semmit nem számít, és igenis benne van az is, hogy igen, te most itt a robotoknak dolgozol, és te szereled össze azokat a robotokat, amik aztán majd megvernek téged a gumibottal meg a sokkolóval. Tehát, hogy ez is, ugyanannak annak a zero toleranciának a, az egyik pszichológia a pszichológiai hadviselésnek az egyik módja tulajdonképpen amit itt az a, a, föl, hát a földbolygónak a szerencsétlen itt ragadt lakossága ellen. Igen, de ilyen... A földbolygó kiköltözött lakossága folytat. Tehát érdekes, hogy itt emberek emberek ellen. Igen, de és, és, nem, arról, nem arról van szó, Félnek hogy, attól... hogy Amerikát megtámad egy másik állam. Igen, vagy a földet egy faj. Egy másik állam csinálja ezt Amerikán, hanem saját maguk csinálják magukon. Így pont. van. Tehát... Pontosan. És, és megint a, amiatt, hogy, hogy itt ez arra, arra utal, amitől végig ugye az óriási para itt ezeknek az Elysium belieknek rímel a mostani korunkra, amikor Afrika egyrészt tagosodik, másrészt mocskosul túlnépesedik, magyarul egyre kevesebb lesz ott szakaja. És akkor ugye itt is ugye minden arról szól, hogy te jó Isten, mi történik akkor, hogyha majd ezek a tömegek megindulnak ide? Mi lesz akkor, ami rendezett kis életünkkel, ugye? Tehát hogy most ugyanezek a gondolatok jelennek meg ott az Elízium lakó, az els, úgymond első világ, vagy nulladik világbeli, ez már annyira fejlett, hogy ezt már nulladik világnak kell hívni, ami ott van. Tehát, hogy ez ilyen hiperfejlett, hogy majd úristen, majd mi lesz, hogyha a föld, földlakok föllázadnak, és ide jönnek, mert ő, ami aztán meg is történik a végén, hogy, mert hogy meg akarják gyógyítatni a betegségeiket, mi lesz akkor, hogyha minden, hogy, hogy hát lényegében egy migrációs hullámtól tartanak. Jó, csak ugye azért a Földön belül egy migrációs hullám, az azért még gyalog is lehetséges, de ez egyébként lehetetlen. Tehát... De hát látjátok, hogy lehetséges, mert mondjátok, hogy kb. olyan egyszerűségűnek tűnik az űrutazás, mint egy távolsági buszozás, tehát az kon tehát konkrétan az, az illegális bevándorlás. Ez veszélyes. Akkor mondjuk úgy, az illegális bevándorlóktól való félelem az szerintem itt egy központi elemen, ennek a társadalomnak, és, és azt gondolják, hogy a földlakókat bizony nagyon le kell nyomni ahhoz, hogy ott maradjanak, és példát kell statuálni, és zéró tolerancia, és meg kell őket verni, és meg kell őket alázni. Szerintem ez van. Na most mielőtt rátérnénk, ugye, hogy mi történt ezután Max testével, és ő mit talált ki, akkor most térjünk rá arra, hogy ez az Elysium, mint űrstruktúra. Hm. Értem én, hogy motor, de mi hajtja, <laughs> hogy forog, mitől forog, plusz hogy hogy tudnak légkört rakni. Jaj, az, az tetszett a legjobban. Igen. Fém struktúrának a részeire, plusz hogy tudnak oda fölvinni iszonyatos sok milliárd köbméter földet, amire majd alapotásnak és házakat emelnek, és növényeket telepítenek. Nekem ez lenne a kérdésem. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de, de tényleg ez már az a vicc, hogy ez tényleg már 120, 121 éve megírta en, ennek a hátterét, nem a praktikus kérdéseket, hanem hogy ilyet lehetne csinálni a Csialkovsky, aki persze egy lángelme volt, de hát ez ugyanaz a rész, amikor a, ugyanaz az év, amikor a Wright fivérek először repültek. Tehát tényleg érdekes, hogy a, fo a forgó űrváros gondolata az egyidős egy a, a repüléssel ugye nyilván itt az az alapötlet, hogy egyrészt mitől forog? Hát ugye mert megpörgették, és onnantól forog, tehát ez itt egy csodálatos dolog, ez a perdület megmaradás törvénye. Ugye a világőrben nincs, ami fékezze ezt a dolgot, tehát ezt egyszer valaki valamilyen, mondom, például rakétahajtóművekkel bepördítette, akkor hasonlóan a földünkhöz, például amin lakunk, ami szintén végül is egy forgóűrállomás, csak nem enger alakú, nem gyűrű kocsikerék alakú, hanem gömb alakú, de hát e, 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 ehhez hasonlóan persze egyszer bepörgeted, az pörög, és az tényleg nekem is az szenzációs, hogy hogy, hogy persze a, ebben a forgórendszerben fellép ugye a centrifugális erő, amit persze ugyanaz az erő, amit tapasztalunk, amikor kanyarodik a busz, vagy kanyarodunk az autóval, és azt is tapasztaljuk az autóval való kanyarodáskor, főleg, hogyha gyorsan kanyarodunk, ugye, hogy a, igazából a sebességnek a négyzetével arányos, hogy mennyire nyomódunk ki oldalra. Tehát tényleg, hogyha kicsit, kicsit gyorsabban kanyarodsz, akkor amennyire te mondjuk jobbra kanyarodsz például, akkor a, amit érzel a kocsiban, hogy balra neki nyomódsz a fal irányának, az, az, az lényeges, az, az meglepően nagy tud lenni az az erő. Ismerjük a kísérletet, hogy felkötünk egy madzag végére egy vödröt, és pörgetjük, és ha eléggé bepörgetjük, nem esik le róla a víz. Az az érdekes, hogy a filmben először, szerintem először láttam ilyet, és iszonyatosan tetszett, hogy megpörgetik ezt az egész hengert, és ahogy az előbbi példában mondtam a vizet, hogy itt a levegő is megpörgetődik, és az is ugyanúgy centrifugális erőhatással lényegében hozzányomódik a pörgő falhoz, olyannyira, hogyha megnézitek, az arra mondom, hogy ilyet még csak ebben a filmben láttam, beleértve még a Cialkovsky, meg a Von Braun, meg az O'Neill, meg a később ilyen fantasztáknak a terveit, vagy akár a 2001 űrödűszejától kezdve bármelyik ilyen klasszikus science fiction az interstellárt meg ilyeneket beleértve, én szerintem még nem láttam olyat, hogy tényleg úgy nézett, hogy ami, amit megépítettek, az tényleg úgy nézett ki, mint egy kerék abroncs, ha figyeltétek. Tehát, hogy ne, nem az volt, hogy egy cső volt felcsavarva, mint egy úszógumi, hanem konkrétan egy kerék abroncs, vagyis a belseje fele néző része, az nem volt zárt. És ez, ez marha jó, persze, de teljesen igazuk van. Hát hiszen... Mert így marad benne a levegő. Hiszen bent marad a levegő. Hát akkor miért kél? És akkor tényleg azon keresztül, és mondják, hogy belépett a légkörünkbe a nem tudom milyen űrhajó, és akkor tényleg, hát ennek ilyen értelemben van egy légköre. És ez tök jó. És áramlástanilag amúgy a levegő is úgy alakulni, tehát hogyha elvágnád képzeletben ezt a, ezt a kerék kereket radiális irányba, akkor a levegő is egy ilyen félkör alakba tapadna oda. Igen, nem? igen, végül is igen, persze, hiszen a Viszont levegő folyamatosan is... pótolni kéne, mert az, az kicsit azért mindig szökik. Hát egy kicsit valószínűleg szökik, ezt valószínűleg pótolni is kell, igen. Egyébként a földbolygóról is szökik a légkör, tehát ne felejtsük el, hogy minden olyan gáznak, aminek van hőmérséklete, már pedig hát van, az ugye a hőmérséklet az a, a gázmolekulák sebességének az eloszlását adja meg, de nem mindegyiknek ugyanakkora a sebessége, hanem ennek az eloszlásnak van egy olyan farkincája, úgymond, ahol nagyon kevés, de nem nulla mennyiségű gázmolekula, az bizony olyan sebességgel mozog jelen pillanatban is a Föld légkörében, hogy eléri a szökési sebességet és elszökik. Tehát, hogyha nem lennének olyan folyamatok, amik a bolygóknak a légkörét pótolják, akkor bizony, tehát akkor, akkor nettó anyagot veszítene egészen egyszerűen azért, mert ahol hőmérséklet van, ott bizony lesznek olyan gázmolekulák is, nem mondom, hogy nagy számban, de mindig lesznek olyanok kimutatható mennyiségben, amik annyira gyorsan mennek, hogy elszökjenek. Tehát ezzel nincs mit tenni. Tehát igen, ilyen érte, ez a, kivéve persze, ha be van zárva, tehát ilyen értelemben értem, hogy, hogy kicsit luxusnak tűnik, Viszont amiben most gondoltam bele először, hogy a centrifugális erőt azt hogy nagyjából mindenki érti. Ugye az a, mármint, hogy, hogy itt az emberek, meg a levegő azért maradott, mert úgy kb. tényleg hozzá nyomódik, vagy hozzá tapad a, a forgó hengernek a belsejéhez. De a Coriolis erőről nem szoktak beszélni. És most végig gondoltam, hogy ha például mozognánk, vagy futnánk egy ilyenben, egy ilyen űrvárosban, akkor miket vennénk észre? Mert hogy ugye van egyrészt a, a centrifugális erő, oké, okay, de hogyha mozgunk, akkor ugye hat meg a koriolis erő, és amiről egyébként Gézával beszélgettünk, ugye még a Kármán laboros parallaxis labornak az utolsó epizódjában, sőt az utolsó előttiben is, amikor arról beszélgettünk, hogy <coughs> bizony a föld légkörében is milyen eltérítéseket okoz ez az erő. Most végig gondoltam, az egészen konkrétan azt csinálja, hogy ha te abban az űrvárosban futsz, és abba az irányba futsz, amerre az űrváros forog, tehát hogy, hogy ugyanabba az irányba irányba futsz te az abroncson belül, mint ami a saját forgás iránya ennek a cuccnak, akkor te jobban lenyomódsz a padlóra. És ha a másik irányba futsz, akkor meg könnyebbnek érzed magad, akkor kevésbé nyomódsz le a padról, padlóra. Akkor kétfajta edzéstervet lehetne az embereknek rakni, aki kicsit túlsúlyos, az fusson ellenkező irányba, aki pedig, aki pedig még, még nagyobb erőt akar kifejteni, az fusson megegyező irányba. És nekem egy kérdésem lenne Norbihoz, mint geográfus, hogy van ugye ez, a, ez az abroncs, ami pont az ellentét a Földnek, és ennek a külsején csináljuk a földméréseket, viszont a, ennek meg a belsében mondjuk mekkora kihívást jelentene egy, 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 ilyen, egy ilyen abroncsnak a belsejébe mondjuk felmérni egy ház alapját, vagy valami valahogy más lenne, mint mondjuk a Földön? Hát, jó kérdés, nézd, igen, nyilván itt a méretektől adódóan lehet ezt levezetni, de hát függetlenül az, az, az egy ilyen tórusz alak, amikről most ugye eddig beszélgettünk, ez a gumiabroncs. És ugye azon belül, ahogy említettétek is, hogy oda számolatlan mennyiségbe felvittek még több tonna földet, meg, meg betont, meg mindent. Hát így van, így van, így van. Tehát, hogy ugyanúgy a föld felszínén is tudunk mérni vízszintes területeket, úgy, úgy ezen belül is ki lehet nyilván ezeket alakítani, de amikor már mondjuk persze egy nem tudom, egy, 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 -egy ilyen tartó elemről beszélünk, ami mondjuk így a tórus közepébe fut, ott nyilván számolni kell ennek a, ennek a görbületével, de, de én úgy nem sokkal hogy... inkább, mert ugye annak, annak sokkal kisebb a, a, sugara, mint mondjuk a holdnak is, meg a földnek is, tehát a persze minden persze, egyenes persze. görbe, úgymond. De, de én azt mondanám, hogy praktikus okokból mondjuk egy, egy lakóépület esetén ott, ott érdemes már az alapoknál kialakítani, tényleg egy olyan, egy olyan néhány méterszer néhány méteres alapot, ami úgymond azon belül vízszintes, és akkor ott elhanyagolható lenne, vagy nem kellene számolni ugye ezzel. De hogyha mondjuk csak simán kimegy az ember, és akkor hagyományos föld földmérési eszközökkel elkezdi felméregetni, akkor, akkor azért ott nagyon szépen gyönyörűen kijönnének ezek a szintbeli különbségek, mert csak azért is, hogy itt azért így gyakorlatilag át lehet látni így a másik oldalára, tehát hogy ez nem egy olyan nagyon széles gumiabroncs. Érdekes is lehet, hogy hogyha megnézed, tényleg nem, nem sok telek van, tehát azért... Egymás mellett vannak, mert a szélessége körülbelül, mit tudom én most mondok, van 150-200 méter. Hát ez a Balaton déli partja csak föl van csavarva, akár. Hát, igen, igen. <laughs> <ez laughs> mondjuk hát. kevesebb a víz, de a tengerpartot oda nem terveztek be. Bár azért van ott víz, amúgy van, de én homokos tengerpartot nem láttam az űrvárosban. Ami furcsa, tehát, hogyha vízé valamelyik ilyen dubai, vagy egy. Ilyen, ilyen formák, akik, akik csinálnak a sivatagban maguknak zárt sípáját, meg ilyesmiért, tehát, tehát most nyilván ugyanez, ugyanezek a típusú emberek építenék ezt az űrvárost, tehát biztos vagyok benne, hogy lenne rajta egy tengerpart. Hullámedencével. Hát lehet, medencsele. hogy van egy ilyen holodeck, mint a, mint a Star Trekben, és akkor oda bemennek, aztán bárhova oda tudják Ú, De képzelen. amúgy az mennyire jó folyadék dinamikai kísérlet lenne, hogyha lenne végig körbe rajta egy, egy, egy csatorna. Mm -hmm. Egy folyó, és akkor azon lehetne ilyen bazi nagy cunami, ilyen szolítonokat indítani, és ott menne körbe, körbe, á, bú, azért vannak, volnának ebbe lehetőségek. Hát ez okay. egy nagyon jó dolog, tehát akkor most is szeretném az összes a, a hallgatóságot, a, az, az eddigi és a leendő hallgatóságot arra ösztönözni, hogy küldjenek nekünk adományokat, meg patronáljanak minket, mert akkor lehetővé válik Miklósnak a, a föld körül keringő tórusz. Uh, hullám kísérleteinek. A, a következő Parallaxis Labor sorozatot Igen. már egy méltó helyen, azt, azt, azt az egy földkörülkering uh, űrvárosból tudjuk közvetíteni. Ket... Remélhetőleg 2154 előtt, hát csak rajtatok múlik, kedves hallgatók. <laughs> Fél csak, csak egy uh, arab sejkel kell, kell jóba lenni, és lehet, hogy meg lenne a pénz. Jó, hát mondjuk ebben nem biztos, hogy én lehetek a legmegfelelőbb. <laughs> Na mindegy. Akkor menjünk tovább. Na tehát jó. ugye, ami most következett a filmben, azt nem nagyon értettem, tehát alapból egy gyenge ember, aki most kapott egy halálos sugárdózist, az ugye fel akar jutni Elysiumba, érthető okok miatt, mert ott meg tudnák gyógyítani ezt a dolgot. Elmegy egy ilyen helyi Pablo Escobar kinézetű emberkéhez. Az a színész alakította a sorozatban, a Nárkozban Pablo Escobárt, így van, úgyhogy nem, nem véletlen. Az időt, az időt teszem, amikor elnéztem. És akkor ő mondja, hogy igen, pont jókor jössz, mert hogy van egy meló, amit el kell végezni, de és akkor fel is ajánlja neki, hogy beépítenek ilyen exocsontvázat, Na hát ez, ez megint olyan, hogy ott fúrnak, faragnak. Arra van magyar, az exoskeletonra, amúgy magyarul, az a szó, hogy exocsontváz. Tehát ezt csontváz. ez külső, tényta. Külső váz, vagy nem tudom, tényleg rejtély. Külső csontváz. Jó, oké. Okay. Mint, mint ami a jardokon is van. Ugye? Mint a, mint a rendőrök, ugye olyan jellegű. Hát gondolom, hogy onnan származik a technológia, mert ott szedtek szét. csak nekem nekem az az ragadt meg, hogy konkrétan a tompa, tehát ez olyan csavar csavarják be a bőrébe meg az agyába, amire anya menne a másik fején, nem is, ha hegyes a csavart, tehát nem, kicsit fura. De figyelj, Majd. öt napra már mindegy, úgy van, De, <laughs> de tudod, a géza már fel se, fel se horgad azon, hogy, a, a, hogy, a, hogy hogyan és hogyan nem rúg vissza a puska, amikor ki, ki váról indítható rakétákkal veszik célba az űrbe menő Cuccok. Na már az egy az egy új téma, az, az, más, az egy másik téma. Más. Most még az most jó, jó. még most még jó, jó, jó. a külső csontváz, exo csontváznál vagyunk. Igen, exo csontváznál, jó? Én, én akkor legyen exo csontváz, az, az is fizikátlan. Az, okay. az exo csontváz nem az, az nem. Ez is volt ö, gond. Én... Nekem, csak annyi, nekem csak annyi, hogy tök jó, meg ezek jól tudnak kinézni, és csak a probléma igen az vele, hogy, hogy ez, nem, kell a csontodba belefúrni, tehát ilyen már van, ma létezik, és ezt, ezt tök jól tudják hasznosítani mindenféle nyilván nehéz fizikai munkánál, de, nem, kell belefúrni a csontázatba. Na megint a szivatás eleme, mondom, hogy direkt, direkt a földlakókat ilyen baromságokat legjobb, hogy a végén ugye, a, a fönt, ugye az öreg lyukánál de belefúrnak egy olyan fajta kis kijelzőt, mint ami amúgy a Norbi mikrofonján van. Tényleg. <laughs> de milyen praktikus helyre, hogy legalább már látja <laughs> magán. Tehát minimum yeah. két tükörrel kell. Tudjátok, yeah. hogy hátul jó halljam, hajam, és akkor... Ja. <laughs> yeah. Onnan tudod megnézni, milyen csengő hang beállítva éppen. Az agyadba. vázadba, Ja. Yeah. Na, és akkor ugye megkapja a küldetést, ugye van ez a John Carline nevű, hát ő egy, ő egy ilyen high-end ember, ő fönt lakik Elysiumba, és egyébként pont annak a gyárnak a főnöke. Mi, mi annak a cégnek a neve? Ez, ez nem jut eszembe az a, Al, al Hát van az egyik cég, ami a, amiben dolgoznak az emberek, az az a betűs cég, és van az M betűs cég, az a gyógyászati cég. Én elmondom neked, hogy az albetűs céget úgy hívják, hogy Armadine Corporation, és annak a CEO-ja. John a... Igen, ő. Na, között. és hogy, és hogy azt a, tehát konkrétan az, őt kell kinyírni, és hát nem is kinyírni, hanem egy ilyen nagyon exkluzív technológiával át kell, hogy sziporkázzák az agyából levő tudást. A... <laughs> milyen ez milyen igen, ez csoda Maxnak az agyába, és szerintem ezért kellett belefúrni azt a, azt a tompa hatlapfejű csavart az agyába, hogy majd azzal átmegy az információ. Nem volt náluk egy pendrive. És ez az undorító, ilyen, ilyen hajas, ilyen hajcsatt, amit odaad, az, azt nem is értem. Tehát ez a Pablo Escobar, így odaad neki egy hajcsattat, hogy... És kérdez, hogy beraksz egy olyan pecset, beraksz egy olyan pecsett a csávónak a kódjába, vagy nem tudom mi, aminek eredményeképpen lényegében az egész Elysiumot irányítod meg azt, hogy, hogy kiköltözhet be tehát hogy azért ez milyen durva már? Tehát milyen biztonsági rés van ebben a rendszerben? Az meg van hogy ez a... Meg? hogy hívják a csávónkat? Már most elfelejtettem a... Carline. Carline. Értem. Ő a, a, programozó, és most ő írt, írt egy, egy, ilyen, egy scriptet, amivel hát újraindítja az egész szerintem az nem ő, hanem az a cég. Tehát konkrétan ez ez az Armadine az elíziumnak is a... Hát, hogy ő a cég. Tehát ezt ez, ez, ez nem Igen. ő egyedül írta, csak ezt a cége fejlesztette ki, sok ember, ezt csak ő hordozza, vagy hát föltölti mm -hmm. magára, mert ugye az, az, van, az a, van az a jelenet, amikor feltölt, és akkor utána írja, hogy hogy tömörítsük, vagy hogy hogy titkosítsuk, hogy aki átmenti, annak, annak volt kettő lehetőség, hogy, hogy paralyzed, tehát hogy, hogy bénulás, vagy halál, vagy lethal, az a kettő van. Azt arra figyeltetek? Igen. Igen, igen, igen. Igen, és melyiket választotta a halálos? A little t választott, és nekem ez a furcsa, amikor először letölti ezt a max, akkor, akkor miért nem hal meg? Csak másodszor. ez... Kicsit rosszul lesz egy picit. Ez így de, már emlékező. elmúlt. Tűzharc, de, de, de már elmúlt. Rej, rejtély az egész egyébként az a része számomra. Tehát itt több, több ilyen logikai folytonos... Jó, logikai hiba selik föl szerintem. Viszont azt nem tudom, hogy figyeltétek el, hogy a Carline-nak az autója, ez egy Bugatti, még a jele is Bugatti, és ez a Bugatti Veyronnak a a dizájnja az a bordó színű uh, űreszköz, uh -huh, amit uh -huh. végül kilőnek, és hát belelőnek az oldalába egy ilyen zavaró, ilyen elektronikai zavaró cuccot, amitől utána lezuhan de hogy ez, 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 például be van mutatt. Ez konkrétan a Bugatti el is rajta van, tehát hogy ez is így mutatja, hogy mennyire gazdag valaki, hogy már ilyen saját űr... Ür, ez, hát, ő, hát, ez, ez hát egy űrautó, vagy nem tudom mi. Ja. Yeah. még kettő testőr is be tud ülni, mert ugye a kettő robotka az és azok Az nem oldalában. a hétköznapi, hétköznapi embert verő robotok, hanem azok ilyen felpimpelt, ilyen személyi testőrök. Arany, aranyban, aranyozott csíkokkal, Ajok. igen, igen, fullos személyi testőrök, mindenféle jóval felszerelve, nagyon, nagyon menő néztek ki. Na most azt, hogy mi van a fegyverekkel. Tiség. <laughs> azt, hogy mi van a fegyverek azt, amiről már abit pedzegettünk, azt vajon, azt vajon mindenki megtudja, vagy nem? Vagy csak a Patreon előfizetőink? Én azt mondom nektek, hogy még gyorsan beszéljük meg azt, hogy ti mennyire értékelnétek a filmet, és akkor utána a Patreon álló hallgatóink számára, a Patreon álló hallgatóink betekintést nyerhetnek az Elysium zárt világ című film fegyver Tárába. Ja, amúgy tényleg az a címe, hogy zárt világ, és pont most beszéltük meg, hogy ez az első olyan ábrázolása a forgó űrvárosnak, ami nem teljesen zárt. Ez mondjuk vicces. Na nem Kvázi baj. zárt. Úgy kell kvázi mondani. kvázi, de, kvázi zárt világ. Na, tehát akkor Norbi, hanyasra értékelnéd összességében, mi tetszett, mi nem tetszett? Én a számokkal mindig, mindig bajba vagyok, de hogyha mindenféleképpen mondom ki akkor mondjuk legyen egy ilyen, hát egy ilyen ötös egy ilyen jó kis közepes. Puh, olyan rossz. Figyelj, nekem az ötös az nem olyan rossz, az ilyen tök ilyen, elmegy. Voltak, a, voltak erősségei filmek, a vizualitás, amit már kiemeltünk, hogy tök jó, tök jó atmoszférát, hangulatot tud ez a rendező keríteni. A hasonló filmjeiben is ezek megvannak a robotok jól néznek ki, a fegyverek, amiről majd a, patronálók, a patronálók is többet meg fognak tudni, nagyon jól néznek ki a világ is, de, de valahol szerintem itt a forgatókönyv megint, megint össze lett csapva, kicsit olyan, kicsit olyan súlytalan, az egésznek a tempója, a filmnek a tempója is, hogy kicsit olyan furaf, az elején már, már ott rohanunk, és, 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 és ne, nem, nem, kicsit ilyen összecsapottnak érződik, és nekem úgy a véges sem hm, hiányzott. Ha a, tényleg a, a, a skifi rajongóknak azt kell, hogy mondjam, hogy egyszer mindenféleképpen meg lehet nézni, de szerintem erre nem, nem fogunk majd később kifejezetten emlékezni erre a filmre. De ha valakinek mégis bejött, és a, az a stílus meg atmoszféra, akkor én a District 9 című filmet kifejezetten ajánlom. Igen. Abszolút. Tök jókat mondasz, mert én is, hát szerintem, mert hogy én is hasonlóan gondolkodok, bár a pontszámom az még nem találtam ki. Nekem is nagyon tetszett. Például mondom, az űrváros megjelenítése az nekem 10 pontos. Tehát elgondolkoztatott olyan dolgokon, amiket még sose gondolkoztam el, pedig már 15 darab ilyen űrvárosos filmet minimum láttam meg forgó űrállomásost és hasonlót. Szóval szerintem ez egy zseniális ötlet volt, aki ennek a filmnek a űrváros szempontból a tanácsadója volt, annak maximum pontot tudnék megajánlani. Annak ellenére, hogy persze azért érdekelne, hogy amúgy hogyan fenntartható egy ökoszisztéma, hogy hogyan működne ténylegesen egy ilyen ekkora város, de hát, oké, a sivatagok közepén mesterséges klímával lehet városokat csinálni, éppen Szaúd-Arábiában építik majd azt a hosszú zöld vonalat, vagy micsodát, ami egy ilyen hosszú sorház, ami száz kilométereken keresztül ott megy a sivatag, akkor egy ilyen űrvárost is amúgy lényegében meg lehet csinálni, csak akarni kell. És én ezt a filmnek el is hittem. Hasonlóképpen tetszett nekem is ez az ábrázolás, ahogy ez a disztópikus, hát nem tetszett, de hát, hogy teljesen hihető volt, meg hogy még arra is figyeltek, hogy amikor a Földet mutatják az űrből, ha megnézitek, akkor minden olyan terület tökre el van sivatagosodva, ami most még nem. Ez nekem nem tűnt fel. Az araltót is megmutatják, amúgy abban több víz van, mint amennyi felteltőleg 2150-es években lesz, de mindegy, kicsire nem adunk. A District line is átjön ez egyébként, és úgy látszik akkor ez a rendező sajátja, hogy igyekszik egy koherens világképet összebarkácsolni, amiből nem lógnak ki nagyon a lólábak. Annak ellenére, hogy tényleg az van, hogy nem értjük ennek a társadalmát, hogy nem értjük, hogy, hogy most akkor miért dolgoznak azok az emberek, miért vannak ennyire elnyomva. Tehát ezt mi kipróbáljuk találni a filmhez, de, de egyáltalán nem biztos. És a forgatókönyv esetében is olyan érzéseim voltak, mint Norbinak. Én azonban nem szoktam nagyon alacsony pontszámokat adni, úgyhogy én most csak azért is adok egy hatost. He egy hetes felé hajló hatost. É én meg már nyomban korrigálom magam, és én, is akkor plusz egy pontot, akkor én is hat, hatnál állok meg. De csak bármenne. <laughs> nem ezért, nem, nem ezért eszembe jutott, eszembe jutott, amit mi nem említettünk meg, hogy Sártó Koplé színész, aki Kruger ügynököt játszotta, és szerintem valami zseniális, tehát konkrétan kilóg a csávó a filmből, tehát itt mindenki normálisan próbál tevékenykedni, ő pedig egy egy vadállat a jó, jó értelemben, úgyhogy ő, csak ő miatt a plusz egy pont. Igen, és ő nem is az elején jön be a filmnek, és a és fullát veszi ezt az ilyen extrém uh -huh. főpontos, ilyen, ilyen már-már Schwarzeneggeri magasságokba menő szerepét. Akkor én is elmondom gyorsan, tehát nekem egyébként tetszett a film, meg jó ötletek vannak benne de én vagy nem 2154-re tettem volna, vagy pedig kevesebb ilyen high-tech dolgot tettem volna a filmbe, ezért én egy hetest adnék ennek az egész kócerájnak, amit itt láttunk, viszont az adásunk, a rendes adásunk végéhez értünk. Kettő dolgot mondanék még el nektek, a következő adásunk március 28-án lesz, az Őslakó című filmet fogjuk megbeszélni Istvánnal, valamint Miklóssal, és egy dolgot ne felejtsetek, az igazság odakint van. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.